és dicsérjük, hiszen nagyon rövid próba és beállás után imádjuk őt, mit szóltak hozzá. Köszöntsük őt, halleluja! Nyugodtan álljatok, üljetek, feküdjetek, ahogy jól esik. Teljesen mindegy, mert Isten házában vagyunk, most ő elé jöttünk. Senki és semmi nem számít. Csak ő, és senki más miatt nem jöttünk ide, csak hogy őt dicsérjük, őt imádjuk. Jézus Krisztus, halleluja, neked adunk hálát, Uram, ezért a mai napért. Téged dicsőítünk és téged magasztalunk, Uram. Köszönjük Istenem, hogy te megígérted, Uram, hogy eljössz közé. Ha ketten vagy hárman együtt vagyunk a te nevedben. Halleluja. Uram, te azt mondtad nekünk, hogy hozod a te tüzedet a mennyből. Hozod a te tüzedet a mennyből. Ég a tűz a szívemben már. Ég a tűz a szívemben már. Nek eljött együtt ezt a dal. Sírja a basszírja rész. Thank you.
lehetünk és imádhatunk. És elmegy most innen minden nyomás a Jézus nevében. Séria de masszereja. A Jézus nevében téged emelünk föl most. Sarala masszereja. Szória de masszereja. Nem tudom, milyen dicsőítő alkalmakon voltatok már. Ez nem egy szokványos. Tulajdonképpen semmi sem szokványos, amit csinálok. Mert addig várunk az Úr, amíg meg nem jelenik, ámen. És nem azért vagyunk itt, hogy csak úgy énekelgessünk. Mi értelme lenne annak? Azt megtehetitek otthon is. Darakjátok a CD-lemezt, és dicsőítitek az Urat otthon. De azért vagyunk itt, hogy Isten szent szelleme megjelenjen közöttünk, hogy az angyalok seregei ellepjék ezt a helyet, hogy leszálljon az Úr dicsősége. És ezért vagyunk itt, hogy betöltsön bennünket, tetőtől talpig, Jesus, 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 Jesus
egyszerű minden. És teljesen ingyen lehet belőle vinni. Természetesen tudjátok, hogy minden pénzbe kerül, szóval ha bárkinek a szívét, ha az Úr jelen célra alakozzon, akkor ezt megköszönjük. És most tulajdonképpen azzal egyértelműen, hogy dicsérjük és imádjuk az Urat, bemutatjuk ezeket az új dalokat is, és hiszük, hogy a konferencián is tudunk ezekből a dalokból dicsőíteni. Szóval bátorítunk benneteket, hogy hallgassátok, ismerkedjetek a dalokkal, hogy ne legyenek ismeretlenek a dalok, hanem be tudjatok kapcsolódni ti is a dicséretbe, az imádatba, jó? Mit szóltak hozzá? Halleluja, sírja a szívéje. Thank you.
meg ez a dal. Ott voltam a nappalimban, amikor csak imádtam az Urat, amikor jött az első verszak. És az az ige fogalmazódott meg bennem, amikor azt mondja az Úr, hogy vagy legyél forró, vagy legyél hideg, de ne legyél langymeleg, mert a langymeleget kiköpöm az én szából. És hogy elkezdtem énekelni ezt az Úrnak, csak sírtam és sírtam az Úr előtt, mert egy dolog, ami nagyon fontos Istennek, hogy égjen a szívünk érte, mert ha a szívünk már nem így többé érte, nincs már értelme. De ő azt akarja, hogy égjen a szívünk, égjen a szívünk érte, hogy lángoljunk, hogy legyünk forrók. És aztán egy másik alkalommal vezettem az autót az utcán, és egyszerűen hallottam, a dicsőség szálljon le rám, a dicsőség szálljon le rám, a dicsőség szálljon le rám, Jézus. Tudjátok, így hallottam, ahogy éneklem. Ugyanúgy énekeljük, ahogy hallottam. És abban a pillanatban meg kellett állnom az autómmal, mert úgy leszállt Isten dicsősége, hogy nem bírtam tovább vezetni. Ott az utcán megálltam, félrehúzottam, és az autóban csak imádtam az Urat. És csak énekeltem újra, és újra, és újra. És azt a látomást adta az Úr, hogy ott vagyunk több ezret, és ezret, és ezret, és ezt énekelve leszáll az Úr dicsősége rád. Jön a dicsőség felhőjében, oh,
Sobre Jesús, naquele
léteded, megtiszteltél bennünket. Köszönjük Jézus, hogy megmentettél bennünket. És mi neked adjuk magunkat, Istenem. Halleluja, sírjadédédé széje. Minden dicsőség legyen.
Thank you.
énekelünk most egy olyan új dalt, ami még mindannyiunknak új. Eljöttél testben a világra, a címe feltámadt. Ott voltam az Úr előtt egy nap, és egyszerűen csak megkérdeztem a Szent Szellemet, hogy Uram, mi van a te szívedben? Gyakran szoktam ezt a kérdést föltennem. Azt szeretném, hogyha énekelnétek a feltámadásomról. Arról, hogy én feltámadtam és élek. Tudjátok, hogy ez van az ő szívén. Ő ezt szeretné, hogy ez az üzenet megyek ki. Amen. Úgyhogy megpróbálkozunk ezzel az új dallal. Mit szóltok hozzá? Egy kicsit talán lassabban, mint az albumon. Halleluja, sírjelenem. Amen. Azoknak hitben is, benne bíztak, látni.
minden dicsőségre, minden imádatra.
mi mentünk már át, Istenem, és milyen dolgok vannak az itt lévők életében. Én most felemelem őket, mindnyájukat eléd, a te trónod elé, Jézus. Te tölts be minden szükséget, te gyógyíts be minden betegséget, ahogy már meg is tettek 2000 évet. Már meghaltál a kereszten, Jézus. Váljon valóra, valóra az ő életemben is, fizikai síkon is ma. A szabadság érzése, Istenem. De hogy a testvérem bizonyságot tett róla, ők is hadd szárnyaljanak újra benned. Minek várjunk jövő hétig a konferenciáig, ha már most meg tudod tenni, hisz nem ember vagy, hogy hazudj. De azt mondtad, hogy a dicséreteink között lakozol. Az imádatunkban, Jézus. Oh,
hallottál az életedben. Lehet becsaptak, átvertek, bármi törhet rád, jöhetnek viharok, jöhetnek szelek, de mit ő mondott, akkor is megáll. Azt mondta a tanítványoknak, átkelünk a túlsó partra, és jöttek a viharok, jöttek a szelek. Ő nem ígérte, hogy könnyű lesz, nem ígérte, hogy nem jönnek majd a támadások, a nehézségek, de megígérte, hogy mindenben veled leszek. S azt mondta, hogy átkerül a túlsó partra, akkor átkerül, és jó vagyok, és hű vagyok, szavam igaz, és mert áll, csak bíz bennem, bíz rám az életed. Engedd át nekem, s ne aggódj többé, hisz az aggódás az a negatív hit, de ne abban higgy, hanem abban én mondtam neked. Átvezetlek minden problémásségben. Azt látom, hogy Jézus körbejár most ezen a helyen. Nyújtsd ki a kezed felé. Azt látom, hogy meg akarja fogni a kezed. És ezt mondom most neked, én átvezetlek, csak bíz bennem, én átvezetlek, csak bíz bennem, csak bíz bennem, gyermekem, bíz bennem, én gyermekem, és legyőztem e világot, vígy erőt én benned, hisz bárhol jársz, veled vagyok. Bízom jóságodban, bízom hűségedben, ahogy a mennyben van. Ahogy a mennyben van, ez volt a te imád is, Jézus. Úgy legyen itt a földön is.
Thank you.
A szíved közepében
Bármennyivel támogassátok a munkát, az hálásan megköszönjük. Bármennyi összeg is legyen. 5 forint, vagy 50 000, rajtad áll. Illetve az Úr, hogy mit mond neked? Mert Isten csak is az engedelmességet áldja meg. Amen. Halleluja. És mi pedig őben ne bízunk, nem emberekben. Nem abban, hogy mit kapunk másoktól, hanem hogy tőle mit kapunk. És ő támogatja a saját munkáját mindig. Amen. Énekeljük a Szeretlek című dalt. Itt vagyunk most, csak te meg én, hosszát bújjok karjaidban, nyugszunk ismét. És én a tiéd, szépségedben gyönyörködöm, s nem mozdulok innét, ó, nem.
Jézus, ki házam, Jézus, ki házam,
tisztelet legyen úgy, ahogy te akarod. Jöjjön az áttörés, az áttörés az életekbe.
testvérek, álljatok fel! Gyertek, álljatok fel! Mondhassátok, hogy testvéreiteket elzsibbadnak, most vettem, hogy te meggyógyultál, dicsőség az Úrnak, erőt adod. Gyertek, álljatok fel! Ünnepeljük azt a királyt, aki elhúzta nekünk ezt a napot, mert ő ott van. Nem mi szerveztük, ő adta nekünk ezt a napot. Arra hívattunk el, hogy dicsérjük, áldjuk, magasztaljuk, imádjuk, hálát adjuk neki, mert ő az egyetlen király. A názeti Jézus Krisztus, Yeshua HaMashiach. Thank you.
még itt vagyunk, nem megyünk el, nyugodtan beszélgessünk, igyunk egy kicsit, szuszányom, mit szóltok hozzá, gyakoroljuk egy kis közösséget, ha levontok. Jó? Ott vannak hátul a CD-k, be lesz rakva valami zene közben. Halleluja! Köszönjük neked, Uram, ezt az alkalmat, halleluja! Dicsérünk téged, Jézus! Halleluja! Valakinek van még valami mondani valója? Mert miért leteszik a mikrofont? Neki! Én csak annyit szeretnék elmondani, így a, ugye, ugye ez a szolgálat itt milyen jó föld. Ezt szeretném elmondani nektek, mert akárhányszor ide vetettünk, mindig anyagi áttörés jött az életünkbe. És most elhatároztuk a párommal, hogy ennek a szolgálata fogjuk a tizedünket mindig betudni. Mert az Úr meg fog minket áldani, és ma mutatott azután egy képet nekem Isten, hogy nekünk sok adósságunk van, 6 millió forintos erdálytitel, de ahogy énekeltük itt az áttörés dal, láttam, hogy Jézus emel föl. Húzza ki a kezemet az adósságokból, és láttam, hogy a csekkek hullanak. És úgy, ahogy Péter járni tanította a vízen, úgy tanított most engem is járni a vízen. És ezt akarom nektek elmondani, hogy ha a szíveteken van ez a szolgálat, és itt úgy értitek, hogy áldás van, én bátorítalak titeket, hogy jövő héten hozzátok ide azt, amit csak tudtok, és meglátjátok hatalmas áttöréseket. Mert amióta mi ide vetünk, Erzsébet utalványt kapott a párom olyan helyről, ahonnan nem számított. Anyagi áldások tömkelege jött az életünkre, és hittük, hogy egy még magasabb szintre fog minket fölemelni Isten. Úgyhogy bátorítunk titeket, hogy hozzátok csak ide az adományt, a tizedet és minden ebbe a szolgálatba. Évi áldja meg titeket az Úr hatalmasságára.